Sajnos vasárnap este szomorú eset történt, ismeretlen tettesek ellopták az egyik kisbárányt. Olvashatták a városi közleményt a székesfehérváriak hétfőn. Az állatfigurát vasárnap este 8 óra körül 4 fiatal tulajdonította el, majd tovább haladtak a várkörút irányába. A történteket természetesen a város térfigyelő kamerái is rögzítették, a közterületfelügyelet pedig egyből megtette a szükséges lépéseket, mondta el Nagypár Róbert, a székesfehérvári közterületfelügyelet vezetője. Hétfőn reggel tapasztaltuk, amikor a betlehemi díszítést kezdték el szétszedni az emberek, hogy eltűnt egy bárány az installációból, ezért elkezdtük visszapörgetni a felvételeket, és gyakorlatilag ki is derült gyorsan, hogy vasárnap este 4 fiatal tulajdonította el ezt a bárányát. Ilyenkor ugye megkezdődik az adatgyűjtés, visszanézzük, honnan jöttek, merre mentek, hol lehet arcot esetleg látni, és a tulajdonos városgondnokság közben pedig megtette a rendőrségi feljelentést. A történet végül nem várt fordulatot vett, hétfő este bocsánatkérő levéllel visszaszolgáltatta a bárányt az elkövető. Cserpalkovics András az esetről kedd reggel Facebook oldalán közleményt is adott ki, melyben azt írta: az üzenet célba érkezett, olyannyira, hogy az este folyamán az elkövetők egy bocsánatkérő levéllel visszahozták az ellopott bárányt a városházára. Hiszem, hogy ez sokkal többet jelent, és számít annál, mintha a rendőrség rendezte volna az ügyet. Azt mutatja, hogy ha kellett is persze némi motiváció, végül a lelkiismeret győzött egy olcsó és méltatlan tréfa felett. Örülök, hogy a fiatalok végül helyesen döntöttek, és hibájukat nem tetézték egy újabbal, inkább megpróbálták helyrehozni, sőt, beismerték és bocsánatot kértek érte. Talán mondhatjuk, hogy ez a gesztus egy jó közbiztonsági és emberi eredmény is.